Na hello, kedves emberek, folytassuk a Minecraftot. Változtak dolgok, meg most négy napig nem volt összerakva, szét volt szedve a gép. Ezt majd inkább Chigo videóban mondom, mert azt úgyis többen nézitek. Na, az első és legfontosabb, az eszközöket feljavítottam úgy, hogy... így lehet látni. Hogy például a karnak a Sword Blade-je, tehát a pengé az Manulium, a többi pedig Ardite. Ugyanígy van a csákány, tehát a teteje a normális rész, ahol kell a mining level például, az a pickaxed, az manulium, többi pedig ardite ugyanis. Az ardite adja a legtöbb durabilityt, amit jelenleg el tudunk érni, a manulium pedig a legerősebb és legnagyobb szintű. Tehát az sebb ez a legtöbbet kardba, és annak van a legnagyobb durabilitye, illetve pickaxednél, tehát csákányfejnél, annak van a legnagyobb durability, annak van a legnagyobb mining levelje és a legnagyobb mining speedje is. Oké, és jelenleg ott tartunk, hogy nagyon durva lett a csákány. Úgyhogy nagyon-nagyon fasza. Olyan rengeteget nem bányáztam, de azért bányáztam. Igen, annyit csináltam még. Azt hiszem semmi mást. Ja, megcsináltam egy Time in a Battle-t. Ez... ennek itt van a receptje, ez nagyon-nagyon jó. Lesz majd később. Na. Szóval rájöttem, hogy itt a vanilla cuccokban vannak még dolgok. Ilyen hülyeségek. Jól van, jelenleg ennyit tudunk. És akkor nézzük. Takó... wow! Az nem is rossz. Ez a Void Upgrade se rossz. Ez a Bow the Wyvern se rossz egyébként. Hogyha egyszer föltöltjük majd. Ja. Nem kell. Takó az úgy van, hogy jobb. Na, aludjunk. És akkor beleindulunk kicsit a modokba. Méghozzá elkezdjük az immersive-et. És elkezdjük a Thermal Expansion-t. Elég sok dolgot kapunk. Immersive. Immersive-ből most még nem megyünk el sokáig. Oké, kaptunk egy redprintet, ami nem lesz fontos nekünk. Egy hammert, ami fontos, meg egy multimétert, az se fontos. Illetve az Immersive Engine is hammer, meg a könyv. Ezek még majd kellhetnek. Oké, mondom vagyok, hogy kezdjünk bele először a Thermal Expansion-be méghozzá. Itt az elején vannak olyanok, hogy Redstone Furnace meg Pulverizer, illetve ott el kellene jutni... igazság szerint... Compression Dynamo-i, úgyhogy ebben a részben most ennyit fogunk csinálni. Itt jelenleg csak a Redstone Furnace meg Pulverizer kell, meg egy Energy Cell. Meg majd upgrade kitek. Jó, vágjunk bele, mert sose fogunk végezni. Méghozzá pulverizer. Oké. Az biztos, hogy copper gear, piston azt tudjuk, machine frame tudjuk. Oké. Szerintem minden megvan, csak kedv nincs hozzá. Az kellhet, üveg, ahogy ez az biztos kell, üveg is kell. Akkor úgy vagyunk, hogy jelenleg tin is kell. Nézzük, mi van itt. Ezeket ki kellett volna szednem felvételen kívül igazság szerint. Nem baj. Oké. Azt hittem, hogy valamivel bajok lesznek. Ebben van egy kis kobalt, az most nem érdekel minket. Ugye a manulium, az a kobalt és ordite-nak a keverékem. Azért öntöttem ki a kobaltot oda, hogy az ardájtot beletéve nem manulium legyen, hanem maradjon az ardájt, és a karokat meg tudjuk csinálni. Röviden, tömören. Keveset még bedobjuk. Oké, és akkor kell még iron. Hopp, egy mentő.
Jó, szerintem vágjunk bele. Kell majd ebből kettő és kettő darab machine frame. Akkor, ami kell, flint. Piston copper. Ilyen hülyeség. Tehát arany. Arany. Nem. Hanem piston. Cobblestone. Fa. Tudom ám azért recepteket már megtanultam. Piston. Copper gear. Nincs nem copper. Tud, nagy baj. Egy nagy hiba. Attól félek, hogy valamivel össze fog állni a copper. A tinnel biztos. Tehát ezt a hetet ezt ki kellene szedni, mert abból lesz ugye bronz. Manuliummal, golddal biztos, nem obszidiánnal, mithril-lel biztos, nem. Az a mithril, ez a mana diamond ore egyébként. Aluminium brass-e biztos nem, ugye bronz lesz clay-jel. Nem, azt is ki kellene majd szedni. Oké, szerintem ezt öntsük ki gyors. Ingot formájába természetesen. Azt addig be is rakhatjuk. Ja. Még három. Oké, lehet, hogy ennyi vas is elég lesz. Kettő blokk gyors. Kiöntjük. Na. És ez egyébként dupláz is a... Miért van ez kinyomva? A smeltery. Oké, és oké. Na, amíg arra várunk, addig megnézzük, hogy mondjuk egy energy cellhez mi kell. Lead, redstone, meg ilyen dolgok. Addig okosak leszünk, és na, mondjuk, hogy is dupla, szóval elkezdik majd a ledet berakosgatni. Azt hiszem, ebből megint nem lesz semmi. Szóltam megnézni, nem smelting, hanem alloying. Jó. Ezzel meg vagyunk led. Nem kell, nem kell. Nope, nope. Na nézzük, hogy a copperre vártunk. Ebből négy kell. És egy pulverizer. Ezt a főnözem, ez kettő brick. Clay. Úgy vannak ilyenek még bent. Jó tudni. Na, úgy állunk, hogy ledet öntök még ki. Ez egy elég könnyű ezzel a smeltery-vel egyébként. Lehet meg kellene gyorsítani. Ezt majd másképp fogjuk használni. Vagyis másképp is. Majd hat ingot. Pont elég. Oké. Okay. Na, úgy állunk jelenleg, hogy mi kell. Lead gear. Egy ilyen cucc. Az elektromos. Yes, sir. Electronomy gold, meg silver. Négy gold, tehát kettő silver megy bele. Abból lesz valamennyi elektrom, ez hogy áll? Három blokk, meg három ingot. Egy. Kettő, három.
Na, szerintem azért haladunk, mondjuk ezt jól lett volna felvételen kívül megcsinálnom, nem, mindegy. Azért volt egyébként szétszedve most a gép, mert új alaplaproci és memória vétele lett. 8 elektrom ingot. Méghozzá lehet látni F3-ból jobb oldalt i5-8600K, ami 4,8 GHz-en pörög, tehát sokkal stabilabb a modott Minecraft, meg minden egy maga, vagy single core alkalmazás, sokkal stabilabb egyébként. A videókártyát sokkal jobban kihajtja, tehát most már eléggé látszik az FPS-en is, meg hát stabilabb a rendszer. Ugye a múltkori a szarrá volt húzva, azért tudott akkor a teljesítmény, de alapból nem tudott volna. Na, ezt most hagyjuk, mondtam, hogy majd Cségo videóban beszélek róla. Elektrum meg ugye egy redstone block. És ez megvan. Kérem a chestet. Kíváncsi vagyok, slime block. Oké, és oké. Most úgy se fogjuk használni. Na, pulverizer is megvan amúgy, szóval. Előbb a redstone furnace van. Oké, ahhoz kellett... Ez a szar. Stone furnace. Oké, kettő megint megvan. Pulverizer is megvan. Hé. Oké, jelenleg gépekből csak ezek kellenek most. Speed upgrade. Oké, reception coil. Nem rossz. Abban most úgy sem fogjuk tudni őket használni. Oké. Akkor ami kell, az a dynamo, a turbine conversion. Meg az a három, de ahhoz, hogy ez a három meglegyen, kell még ez a kettő. Szóval, Steam Dynamo elsősorban. Ebből egyből kettőt is csinálnak, meg kettő kell. Silver biztos nincs, szóval. Keveset. Please. Ugye, ha jól láttam, kell Copper Gear is. Igen. Na, szerintem van minden. Lassan aludhatunk is. Jó, a térkép az miért ilyen csúnyán néz ki? Most veszem észre. Van mindegy. Egy blokk 7 ingot, egy párat rakunk még hozzá, mondjuk... Ugye egyet rakunk, akkor lesz meg pont. Az egy blokk, szerintem. Ezt egyébként nem csak lávával tudjuk használni a smelterit. Azt hiszem, hogy olvasztott blazerodat is lehet beletenni, annak magasabb a hőfok, és gyorsabban égeti a... hogy gyorsabban olvasztja a dolgokat. Egyébként. Azt hiszem, ez már benn van, ez 1.12-be. Ezeket addig de bedobjuk ám. Légy szíves, kicsit gyorsabban. Oké, és oké, na, ebből kellett ugye kettő. Ugye kettő dinamót nézünk most. Ezek megvannak. Akkor, ami kell, az... Azért kell megnézni, mert nem tudom fejből, amúgy jó lenne. Transmission coil. Azt hiszem, abból van is, szóval nem is kell csinálni. Igen, ebből van. Turbine controller, conversion. Na nézzük. Ezek nem rosszak. Turbine conversion, copper plate, iron gear. Nézzük, ezt meg tudjuk. Ez megint egy ilyen hülyeség. Copper plate, amit tudunk így is, ja, kell egy plate-et csinálni. Azt hiszem copperből nem is lehet simán craftingolva. Ezt akarom. Nem csak hammerrel, de az meg... Majd csak kettő kell.
Na, megcsináljuk már most a smeltery-t, és ha megcsináltam ezt, úgy kell, hogy rárakod a plate-et, ráöntöd az alumínium breastet, az öntőformát, és akkor tudsz plate-eket önteni itt is. Yes. Úgy is kell még olvasztani koppert. 16 megy bele egyszerre, ezt jól lenne tudni. Ide adhatunk neki egy kis accelerated. Az a cucc, hogy ez a jobb kickelsz, vagy az a lényeg, hogy ez a jobb kickelsz, és a blokkra, amire jobb kickelsz, a tikkeket fölgyorsítja. Kettő blokkot kiütünk, vagy kiszedünk. Apropó, az nem kell. Jön oda, mi kell még kinomó, oda. Ebből kell most, csak kettő kellett volna, nem baj. Meg vagyunk. Most úgy se kell jelenleg. Oké. El kell jutnunk a magmatik dinamó, és az a kettő még. És utána elkezdhetjük a dolgokat. Az áramtörmés. Hogy állunk? 16 perc, szerintem ez meg lesz. Nézzük Sea Lantern. Oké, ez... Ó. Oké. Ezt lehet nem kellett volna. Azt hiszem... Nem kaptam. De, kaptam egy elitrát. Jó, hogy eszembe jutott. Valamelyik quest itembe volt elitra. Jó, mi? Egy blokkot még kiütök, többit meg bent hagyjuk, vagy kiszedünk. Oké. Mi kell? A magmatik. Utána meg compression, vagy melyik kell? Compression, oké. Magmatic dynamo, kell invar, ami pedig nickel még. Miért nem látok nickelt? Itt van nickel, jól van. Oké, kell még bele vas. Már elkezdtem aggódni, hogy el kell menni bányászni. De nem, most tudok venni egy részt. Ezek szerint. Na. Így kell csinálni, gyerekek. Nincs benne hely. Na. Nagyon jó. Én meg gyorsabban önti. Gyorsabban fog száradni. Jó, mi? Így lehet fölgyorsítani az eseményeket, az action-öket. Még 6 ingot. Az bemarad. Oké. Na nézzük. Invargear. Illetve egy ilyen. Kész is vagyunk. Na. Szupi. Launchpad. Nem kell majd később csinálni, de hát úgyis semmi receptje nincs. Compression, ugye? Meg még kettő cucc. Oké. Compression. Dynamo. Mi kell hozzá? Tingír. Egy ilyen, és ez is megvan. Így inkább, ja. Enforcement. Na, ez egy jó dolog. Úgyhogy erre mennyi van? Rá is pakoljuk, meg a kardra is rápakolnám, hogyha lenne rajta szint. De még nincs. Az reinforcement az azt tudja, hogy nem biztos, hogy csökken a durability, hogyha blokkot ütsz ki. És... mit tud még? Ja, ennyi.
Ja, ez a kettő kell még. Fuel catalyzer és boiler. Ilyen nem, nincs is, ugye? Nincs. Ezt kérem szépen csak egy... Ilyen. Ez nem rossz. Egyébként... nem tudom, miért nem működik, meg boiler conversion. Copper plate. Hardening glass. Mintha, igen, kaptam volna hardening glass-t quest itemként, ezért jó így questelgetni. Na, mi kell még? Vödör, iron gear. Nincs ödröm, de van, csak van benne víz. Jó, ezeket eldobhatjuk ám, ezek mik? Magmatik az. Fuel catalyzer marad. Copper plate kellett volna, kiöntöttem mindent. Hm? Ja. No problem. Ezt kiöntjük. A igazság szerint mi foglal sokat. Szerintem a... mi foglal sokat? 5 blokk még van vasból. És ilyenkor fogy amúgy az idő, tehát ez időt gyűjt. Úgyhogy azért úgy érdemes csinálni, hogy sokat játszasz, több 10 órád van, és utána tudsz gyorsítgatni dolgokat, úgyhogy ezt... Ja, de ennek meg muszáj itt lennie, mert különben nem tölti amúgy az időt. Vagy nem számolja. Nem tölti. Ez a konstantant, ez nem nagyon tetszik nekem. Ez micsoda amúgy? Ah, szuper. Mennyi nikkel nyomtunk el? Hmm. Elcsesztünk egy kis nikkelt ezek szerint. Ja. Pontosan fel ennyit, 1 blokk 3 ingot, az mennyi az 12 blokk, 6, vagy 12 ingot, 6 ingot nikkelt elcsesztünk. Hmm. Nem baj. Na, siess tesó, siess, ezt meglessük. Diorit, hát nagyon kell. Ezt ide dobom. Ja, meg időközben van ez a Metal Overdrive, ezt szerintem mondtam, hogy beraktam, ezt a modot is. És itt Androidát tudunk válni, meg van, találtam ilyen fegyvert. De ezeket nem hiszem, hogy fogom használgatni. Ó, ezt nem is tudtam, hogy jobb klikkeléjét csinál. Lehet, hogy később funulunk, vagy fanulunk majd vele, de most még nem. Mihez kellettek ezek? A boiler cucchoz, ugye? 23 perc. Iron gear. Na, mi nem úgy csinálunk Iron gear-t. Mi így csinálunk Iron gear-t. És megvan. Oké. Okay. Micsoda? Candling ring. Oké. Okay. Na, alvás. Utána még a reinforce kiteket csinálunk egy keveset, mert kell. Hogy upgrade-t tudjunk tenni a dynamokba. Úgyhogy. Legalább a hardens. Ja. Nem reinforce, hanem upgrade kit. Bronze gear. Meg is ez a bronzai blokk, az 9-2 tudunk csinálni, oké. Okay. Szilogír meg elektrum. Elektrum az van 5. Ebből egy is elég. Ebből kell 2.
Bronzgír, ja. Oké, soké. Az megvan. És szilvergír. Ez is megvan. Na. Oké, soké. Na, kapunk mi itten energy kristályokat, meg mindent. Oké, na. Mondom, hogy kell nekem egy olyan, hogy szink. Ez a szink. Nincs. Tehát nincs ide. Azt jó tudni. Kell meg egy vörör. Ez végtelen vízforrás. Ebbe az a jó, nem kell hozzá gép, meg végtelen vízblokk, meg ilyenek. Nincs idén, nincs, miért akarom, az kléjünk, kiégetett klé. Milyenek neve? Terrakotta. Oké, ezt megcsináljuk. Ez szerintem ennyi is lesz a cucc. Miért én a térkép? Pets, villagers, grid, keys of caves. Automappolok megint. Hát a segít. Na. Sima terrakotta. Kell nekem. Mit hagyhatok itt? Egy bronzt. Csak azért, mert bronzt azt tudunk csinálni ötvözéssel is. Ja. 3 copper, 1 tin. Inventory-ba craftolva, csak azért nem tinkerz. Jó, ez 1 litra volt. Csak azért nem tinkerz constructor, a bronz. Még ez is railcraftes volt, azt hiszem. Railcraft alapból nincs benne, én csak a tankok miatt raktam be, mert baromi nagy tankokat lehet csinálni belőlük, vagy vele. Oké, szerintem a szink az meg is van. Ja, hogy... aha. Nem fér föl. És kell nekem egy olyan, hogy... az baj, hogy szervó is kell, meg ilyenek. Az nincs, nincs közve, ugye? Nincs. Oké. Okay. Akkor liquidact. Fluidact. Ez opakú-e? Oké, okay, soki. Hogy 2 copper? Ja. Minden nyersőnköt felhasználjuk. Többi nem kell. Meg kell hozzá egy szervó. Micsoda, ez csak a vas. Meg üveg persze, tudtam én. Csünk 4-et, mert ő is kell majd még később. Most nem kell. Nem kell. 4 blokk. Kardomat kellene majd fejleszteni. Nincs olyan nagy szinten. 29 perc. Még azért megyünk, még menni fogunk. Hely, van nálam egy csomó kopper. Ne baj. Oké, okay. Ezt hagyjuk. Na, kezdjük mondjuk úgy, hogy ez nyomja ki magából a vizet. Csak az egyikbe kell víz, azt hiszem. Na várjál, ez kapja a vizet. Igen, és így kell fejleszteni.
Legyen úgy, hogy a másik az... Nem kom... Nem, másikban nem kell víz. Ja. Ez kapja a vizet, kérem szépen. Ezt picit megfordítjuk még hozzá, hogy így álljon. És lehet, hogy ez is gőzt nyom ki. Már biztos, hogy gőzt nyom ki, csak lehet, hogy így. Oké. Okay. Ebbe kell legyen, hogy boiler. Igen. És ezt felupgrade-eljük. Kell bele a efficiency. Így. Yeah. Szerintem jók vagyunk, ennek nem szabad kifagynia. És ha már így itt vagyunk, akkor fluxduct. Üveg. Miért rakom el az üveget, amikor tudom, hogy úgy is kelleni fog. Kevés. Azt hiszem, ezt lehet upgrade-elni is. Ja, akkor jó. Nekünk itt egy ilyen, ennek megadjuk, hogy bemenet, kimenet. Oké. Okay. Na, ennek működnie kellene. Előbb lepakoljuk még itt a gépeket. Pulverizer. Nem. Jöhet szerintem ide, Reston Furnace oda. És hogyha ide rakunk szenet, ez elkezd nem energiát termelni, hanem gőzt. Ide nem víz kell hűtésnek, hanem gőz kell termelésnek, ezt nem kell hűteni. És ez termel 320 RF per ticket. Alapból 20-at termelne, a Reinforce az termelne 60-at. Így pedig 320-at termel. Hogyha mindent jól csináltam, persze. Hát, hogy alulról kell amúgy belemenni. Lehet, nem is nem kell rá a szervó. Na basszus, ezt most... Jó, ezt termel, így is kapja így a gőzt. Oké, okay. Meg van csinálva. Csúnyán néz ki, az igaz. De meg van csinálva. Így, né? És nyomja föl a gépeket, utána pedig az energy cellt, utána pedig marad a dinamóba is. Ez gyorsan zabálja amúgy a szenet. Szóval, lehetne még olyat belerakni, hogy azt hiszem van olyan, amelyik a fuel-al izél, ugye? Ez a fuel catalyzer, az egy dolog. Várjál. Lehet, hogy ez a fuel catalyzer kellene majd. Ja. Hogy van egy ilyen Horn of the Wild botaniás, ez is quest item volt. Ez erre jó. Jó, mi? Oké. Okay. Akkor legyen az, hogy a következő része megint fogok még bányászni. Valamennyit. És akkor... onnan már tovább tudunk menni. És újabb cuccokat tudunk craftolgatni, stb.
Neked most ide dobom csak be. Úgyhogy... hol a vödröm? Itt a vödröm. Szerek majd még obszidiánt is. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. 35 perc. Találkozunk még legközelebb. Hellóka!